Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Nuznák Katalin vagyok, a Roland Kiadó egyik szerzője. A mai napon egy szerzőtársam művét szeretném önökkel megosztani és egy kicsit ajánlani a figyelmükbe. Silinger Nikolát, 75 Mese a Türelemről. Egy újabb taggal bővült a Roland Kiadó könyvkínálata. Ez a mesegyűjtemény nekünk felnőtteknek is szól kicsit. Hol van az egészséges türelemnek a határa? Mikor számít már türelmetlenségnek? Honnan ismerem fel? És vajon mik a tünetei? Hogy javítható? Gyógyítható egyáltalán? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ 75 hétköznapi történeten keresztül. A türelem nagy erény tartja a mondás, hiszen a várakozás minden esetben meghozza a gyümölcsét. Pillancson bele egy kicsit a könyve. Sokszor látjuk életünkben, hogy mások kívánságai szinte azonnal teljesülnek. Nekünk pedig néha várnunk kell, és ez a várakozás mindig érdemes, és elnyeri a méltó jutalmát, hiszen minden kívánság teljesül egyszer. Arra is fény derül, hogy felesleges sürgetni a dolgokat, fontosabb megélni a jelent, és türelmesen várakozni az elkövetkező eseményekre. A könyvolvasása során az is kiderül, hogy a hála segít a türelem gyakorlásában, segít megtanítani bennünket értékelni mindazt, amink van. A türelem pedig gyakorolható, tanítható, és rengeteg örömmel jár. Forgassák örömmel, szeretettel, és türelmesen a mesegyűjteményt.